Tizedik alkalommal várja a segítő szándékúakat a Fejér vármegyei civil közösségi szolgáltató központ. A vármegyében immár hagyományosan idén is megrendezik a civil véradás kampányt február 20 és 28 között 4 helyszínen. Nagyon sok visszatérő véradónk van, de vannak újak is. Ugye Dunaújváros, Mór, Székesfehérvár és Sárbogárdon szervezzük a véradást, és az irányított véradásra hívnám fel még a figyelmet, ahol felajánlhatják egy betegnek a javára a vért, itt a tajszámot, és akinek a nevére felajánlják, azt kell jelölni, nyilatkozni. Az esemény megszervezésében a civil központok és a vérellátó szolgáltatók dolgozói vesznek részt. A közösségeknek a véradásra való mozgósítás kiváló lehetőség arra, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében segítsék embertársaik gyógyulását, életben maradását. Egy véradó az adott esetben 3 embernek is tud segíteni. Nagyon nagy szükség van a vérkészítményekre, hiszen gyorsan romlandó termékről beszélünk, annak ellenére, hogy életmentő, és napi 1600 mennyiségű vérkészletre lenne szükségünk. Fejérvár megyében idén is 4 helyszínen rendezzük meg a véradást, hála a civil központnak, illetve az ECO-nak. Mindenkit arra biztatok, hogy aki tud, az jöjjön ide Fehérvárra is, de a többi helyszín valamelyikére is. Zugor Zsuzsanna hozzátette, bárki adhat vért, aki egészséges és elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A soron következő véradás Dunaújvárosban lesz február 20-án, majd 22-én Sárbogárdon, 23-án Móron és 28-án Székesfehérváron lesz lehetőség véradásra. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy regisztrációkor mondják be a civil szót annak érdekében, hogy pontos visszajelzést kapjanak, hogy mennyien jelentek meg országosan a civil véradásokon.